Az országgyűlés határozata alapján tavalytól hivatalosan február 19-e Kossuth Zsuzsanna születésnapja a Magyar Ápolók napja. Az ünnepséget idén a Borsodabolyi-Zemplén megyei közgyűlés dísztermében tartották. A rendezvény fővédnöke, Török Dezső, a Borsodabolyi-Zemplén megyei közgyűlés elnöke volt. Szeretettel köszöntöm a Magyar Ápolók napja alkalmából rendezett ünnepségünk minden kedves résztvevőjét. Történelmet írtunk 2014. február 19-én, amikor a Magyar Ápolók napjának közjogi elismerése megtörtént. Hogyan értékeli a magyar egészségügyben dolgozó ápolókat? Szakmailag, emberileg kiválóak, nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, hiszen az alacsony társadalmi elismertségnek, az alacsony fizetéseknek köszönhetően nehéz a megélhetésük, és mindezt terheli, hogy létszámhiánnyal küzd a magyar egészségügy, így aztán egy ápolóra 30-40 beteg is jut egy-egy műszakban. Milyen megoldás lehet ennek a helyzetnek a változtatására? Mindenképpen egyik részről a fizetéseknek a rendezése nem tűr már halasztást, illetve a hivatásnak, a szakmának a népszerűsítése. Ennek egyik megoldása lehetne, hogy alanyi jogon az iskolákhoz rendelnének az ösztöndíjakat, és az egészségügyet választó gyerekek ösztöndíjba részesülnének a szakma befejezéséig. Milyen díjakat, kitüntetéseket adtak ma át? A Magyar Ápolási Egyesületnek az ezüst kisztűzőjét kapták meg a kollégák, illetve az elmúlt héten az Egészségügyi Minisztériumban ünnepeltük a Magyar Ápolóknak a napját, ott ProSanitate díjat és az Egészségügyi Miniszternek a kitünteti oklevelét vehették át a kollégák. Ezen túlmenően a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola két tanárnőjét tiszteletbeli ápolóvá fogadtuk, és a kitűzőt kapták meg. Vendégként részt vett dr. Kovács János, megyei főjegyző, Vas Mónika, megyei vezető ápolónő, Grubert Roland, a Vöröskereszt megyei igazgatója, intézményvezetők és ápolók. Török Dezső a megyei önkormányzat nevében köszöntötte az ápolókat, majd ezt követően méltatta Sátor Aljaújhely híres szülöttjének, Kossuth Zsuzsannának munkásságát. Ez az esemény kettős ünnep számunkra, Borsodabolyi-Zemplénben élők számára. Ugyanis megyénk híres munkásságát, korát nemzetközi hasonlításban is messze megelőző személyiségéhez kötődő dátumot, február 19-ét választották, közös ünnepünk napjával. Közel 200 évvel ezelőtt, ezen a napon, Sátor Aljaújhelyen született Kossuth Zsuzsanna, aki fivéréhez, Lajoshoz hasonlóan sokat tett Magyarországért. A szabadságharc alatt tevékenyen részt vett a katonai kórházak felállításában, a sebesültek ellátásának megszervezésében. Felismerte a civilek fontosságát, és a magyar nőkhöz intézett felhívásával bevonta őket a munkába. Az általam megkezdett missziót folytatják önök, a modern Magyarország ápolói, akik a társadalom számára ugyan nagyon fontos feladatot látnak el, mint egykor Kossuth Zsuzsanna és társai. Magyarország nem hagy magára senkit, minden állampolgára számíthat rá, ha rászorul. Az ebből eredő nap mint nap megoldásokra váró számtalan feladatból oroszlán részt vállalnak magukra önök, az ápolók. Hogyan értékeli Borsodabolyi-Zemplén megyében az egészségügyi helyzetet? Azt gondolom, hogy a megye egészségügyi helyzete pont olyan, mint az országé. Sajnos semmivel sem jobb, de azon dolgozunk a jövőt illetően, hogy az egészségvédelmi programok a szűrővizsgálatok területén egy picit előrébb legyünk. A megyén belül milyen fejlesztésekre várhatunk? A megyén belül elsősorban a Csillapont Kórháznak a végleges befejezése, illetve nem olyan régen tárgyaltam két olyan befektetővel, aki abban gondolkodik, hogy további eszközöket, egy sterilizáló parkot hozna, illetve egy emlőcentrum szűrőkészüléket hozna a megyei kórházba. Ennek az előkészítése van most folyamatban. Mi a véleménye a mai napról? Azt gondolom, hogy egy sikeres ünnepségen vagyunk túl, gratulálok a kitüntetetteknek, és egyébként meg az ápolókra óriási szüksége van mindenkinek. A hétköznapi életben ezt nagyon ritkán éljük meg, de amikor oda kényszerülünk, hogy csak ők vannak mellettünk, akkor becsüljük meg a munkájukat nagyon.
Az ünnepség keretében elismerésként átadták a Magyar Ápolók Egyesülete ezüst kitűzőit, köszöntötték az országos kitüntetést elnyerteket, tisztelői tagokat avattak. Nagyon szerencsés ember vagyok, hogy egy olyan pályát, egy olyan hivatást választottam magamnak, amit szívvel lélekkel csinálhattam, és hogy nagyon boldog vagyok, hogy azok az emberek, akikkel kapcsolatba kerültem az egészségügyben, illetve az idősellátásban, hogy azok az emberek örömmel vették azt a segítséget, amelyet én eddig nyújthattam nekik. Mit jelent önnek ez a kitüntetés? Nagyon nagy elismerés, annál is inkább, mert hogy már az Ápolási Egyesület keretén belül, már Budapesten a Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából is kaptam egy miniszteri kitüntetést, és azt gondolom, hogy ezek az elismerések mindig egy olyan erkölcsi töltetet adnak az embernek, ami azt jelenti, hogy igen, ezt csinálni kell, tenni kell a dolgunkat, mert ha minden napokban talán nem is úgy érezzük, hogy ilyen nagyon-nagyon elismert a munkánk, de azt gondolom, hogy ilyen alkalom, akkor azért mégiscsak örülnünk kell neki, hogy odafigyelnek ránk, és fontosak vagyunk. Mit üzen a még tanuló ápolóknak? Hát mindenféleképpen az, hogy legyenek nagyon lelkesek, legyenek nagyon elkötelezettek, és legyenek büszkék rá, hogy ezt a hivatást gyakorolhatják, hiszen azt gondolom, hogy ma annyira nagyon fontos dolog, hogy az ember a hivatása alapján segíteni tudjon azoknak, akik rászorulnak. Köszönöm, hogy megtaláltad!